Az emberi szem az egyik legfontosabb érzékszervünk. Minél több dolgot látunk és érzékelünk, annál több tudásra teszünk szert. És ez a tudás egyfajta hatalom. Sokan mondták már nekem, hogy ne rágódjak a múlton. Tekintsek rá úgy, mint egy tanulságos leckére. Ami megtörtént, azon már nem lehet változtatni, bármekkora hibát is vétettem. Nincs visszaút. Maga hívott ide? A nevem Wittmann Zsolt. Egy állást ajánlanék önnek. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a színót. Más néven a szintetikus olajat. Egy olyan technológiát fejlesztettünk ki, ami kiváltja a kőolajat, és megváltoztatja az egész bolygó sorsát. A feladatunk, hogy ezt a kutatót megfigyeljük, és megsemmisítjük a fejlesztését. Ezt pontosítanád? Ez egy szembeüthethető mikrocsip. A neve Vakfolt. Te, mit csinálsz itt? Én csak próbálok boldogulni. A húgodat akarod megmenteni. Rád nézve egy komoly, gyenge pont. A gyengeséget pedig hamar megértik az emberek és kihasználják. Készen állnak? Igen. Akinél a pénz, azé a hatalom, és az hozza a szabályokat. Mindig egy győztes van, és az én vagyok. Segítség! Ha valamit rosszul csinálunk, az illető akar meg is vakulhat. Mégis mit kicseltél? Fogd már be a pofát! Nem kellett volna lelőnöd őket! Fegyvertelenek voltak, érted? Nincsen tanul! Az anyád! Hasonl kifelé! Mi történt? Újraindították a biztonsági rendszert! Nem látok semmit! Attila! Mi az Isten tűveltek? Működik a vakfolt! Attila, legközelebb ne menj el dolgozni! Vakfolt. Hamarosan a mozikban. Van egy fiatal rendező, egy alkotócsapat, akiknek a filmjeit már mi is leadtuk, két filmét egészen pontosan, vagy filmüket, a Karmok között és a 3x3 című filmeket vetítettük itt a tévében, és többször részt vettek alkotásaikkal a újpesti alapítású Big Diák Filmfesztiválon, és ami filmnek az előzetesét most láthatták, a Vakfolt című akciófilmnek, ezt csinálták most, és utána hamarosan a mozikba is kerül, de ezt majd elmondják az alkotók, és Lemmer Ádám rendező, forgatókönyvíró, vágó, szerepel is a filmben, és Varsányi Szabolcs, alkotó kollégája, aki szintén szerepel a filmben, és forgatókönyvíróként is, társforgatókönyvíró, így mondják ezt szépen, nem? Sziasztok, srácok! Köszönjük, hogy itt vagytok! Szia! Köszönjük a meghívást! Köszönjük! Ugye mondtam, hogy több leadtuk már rövid filmeiteket, vagy rövid filmedet, de azért ez a Vakfolt akciófilm, ez egy nagy játékfilm, tehát ez most egy elég jelentős ugrás, nem? Vagy egy nagy lépés neked, nektek előre? Mindenképp egy nagy előrelépés ez számunkra, tehát ez egy másfél órás akciófilm, és hát ugye az előző filmjeinkhez képest technikailag is igyekeztünk sokkal többet nyújtani, tehát akár színészileg is rengeteget tudtunk fejlődni, és szerintem technikailag is. Úgyhogy számunkra tényleg ez egy nagy előrelépés. Meg azért más átlátni egy rövid filmes sztorit, nem? Meg kitalálni, hogy hogy legyen a csattanója, és fölépíteni egy ilyen egész estés mozinak az ívét, mert ennek azért mégiscsak kell lenni egy ívének. Pláne egy akciófilm az nem egy könnyű zsáner. Nem egy könnyű műfaj, valóban, ugye nagyon sok olyan, tehát alapvetően ugye a forgatókönyv írási folyamat is jóval hosszadalmasabb, mire tényleg összerakjuk azokat a pontokat, akár ugye a fordulópontokat, csattanókat, hogy az ténylegesen üssön és lebilincselje a nézőt másfél órán keresztül, és szerintem ez egy nagyon fontos, hogy ezt sikerüljön megtalálnunk, és úgy érzem, hogy alapvetően sikerült ezt úgy nagyjából kiviteleznünk. Szóval, hogy volt a könyv megírása maga? Tehát volt egy ötletetek, összeültetek, és komoly brainstormingot követően? Igen, tulajdonképpen igen, az alapötlet az Ádámnak merült föl, valami szemmel kapcsolatosat akart csinálni, ez jutott eszébe hazaúton az egyetem és a hév, vagy a héven, az egyetem és az otthona között, szóval nem is tudom, felhívott ezzel. Mire jó a sok utazás, nem Budapest? De én nem lepődtem meg, mert ő szokott ilyeneket, hogy felhív valami.
agyatlan ötlettel, és akkor aztán a végül abból láthatóan születik valami. De most is így volt, és akkor ő az Őrsezért térhez közel, ott a bútoráruházhoz nagyon közel jár egyetemre, és ezért ott az Őrsezértéri bútoráruházban az újra tölthető üdítő és az olcsó hotdog mellett kezdtük el írni a forgatókönyvet, és hát nem tudom, legalább egy fél évvel telt úgy, hogy hát szinte minden nap oda mentünk. És... De ebből a szemes ötletből lehetett volna más is, mint akciófilm? Vagy ez alapvetően az ott az ötlet, hogy igenis... Biztosan lehetett volna akciófilmen kívüli műfaj is belőle, de szerintem mi annyira az akció felé hajlottunk már az előző alkotásainkban is, hogy szerintem fel sem merült, hogy ebbe, ha nem is akciófilm, mint zsáner, akkor is valami felrobban, valami lőnek, rohannak, ez nekem nálunk mindig van. De a látvány miatt? Hát... A látvány is hozzátesz, de alapvetően nagyon élvezzük azt, hogy tényleg egy ilyen akciófilmet összerakni azért izgalmas, mert hogy olyan dolgokat találunk ki, amit alapvetően így elsőre fogalmunk sincs, hogy fogjuk megvalósítani. Tehát, hogy nagyon sok előkészítést és munkát igényel a későbbiekben, hogy egy ilyen jelenetet, mondjuk akár egy robbanást kivitelezni tudjunk. És szerintem ezért is van, hogy mi nagyon hajlunk e felé, mert hogy folyamatosan egy újabb kihívás, igen. Vagyis, tehát ez nem így megy, hogy elkezditek írni a bútoráruház automatája mellett, és így írjátok, és azt mondjátok, hogy jó, most itt robbanjon föl minden, aztán a másik azt mondja, hogy nem, mert ezt nem lehet megvalósítani, hanem pont ez spannol benneteket. Pont nem lehet valóban nem lehet, de akkor is megcsináljuk. De akkor is valahogy megcsináljuk. Az egyik kedves barátunk mondta, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó gondolat, hogy mi más ilyen próbálkozó, mondjuk amatőr filmesből indult, esetleg a profi felé hajazó csapatok úgy szokták csinálni, hogy amiből van, abból elkezdenek főzni. Tehát a realitás mezején marad. Igen, igen. Mi megírunk egy receptkönyvet olyan alapanyagokból, amik abszolút nem léteznek a mi világunkban, és utána megpróbáljuk összehozni. Igen, igen. 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 És akkor ez visz előre az egész. Igen. Hogy ad egy lendületet nekünk tényleg, tehát sokkal nagyobb energiával tudunk így nekivágni szerintem. A dolog egyik különlegessége, hogy a produceri munkákat Osvát Andrea csinálja, erről majd beszélünk később, hogy keveredett ebbe bele ő, de ő mondta egyébként, ugye fönn van a neten egy ilyen interjú tőle, hogy mi a vélemény az alkotókról és a filmről, meg erről a munkáról, hogy pontosan az a legnagyobb előnyötök, hogy nem ismertek lehetetlent, és mondja, hogy hát lehet, hogy a fiatal korotok miatt is, de hogy egyszerűen nincs az, amit ti nem akartok megcsinálni, és hogy ez egy jó példa lehet a hazai filmeseknek, de nem csak a filmeseknek, hogy általában, mert hát hajlamosak vagyunk azt mondani, nem, hogy hát ezt úgy se lehet megcsinálni. Ti pedig ezt bizonyítottátok. Igen. Hát ezt szeretnénk azt is bebizonyítani tulajdonképpen ezzel a filmmel, hogy kis költségvetés ide vagy oda, de azért szerintem lehet attól függetlenül is egy érdekes és izgalmas akciófilmet, mert ugye maga, mint akciófilm, tehát ez a zsáner, ez itthon nem nagyon bontakozik ki. Igen, mert talán nem most nagyon, kezdeget, igen, nem? Igen, most úgy próbálkoznak vele, de ezek sem úgy a klasszikus értelemben, mert akciófilmek, tehát inkább ilyen thriller és akkor akcióelemekkel keverve. De hogy félnek ugye belevágni pontosan ezért, mert nem tudják, hogy ezt mennyi pénzből fogják tudni kivitelezni, illetve hogyan tudják majd megvalósítani, tehát ezt sok helyről hallottam, hogy ezért sem akarnak nagyon belevágni. Aztán lehet, hogy majd ez most már később így fog fejlődni, és akkor ez változik, úgyhogy bízzunk benne, de mi is próbáljuk ezt a vonalat erősíteni, hogy ez változzon, és legyenek ilyen filmek is. Van ennek a műfajnak valamiféle alapreceptje? Tehát, hogy amivel azért nem lehet mellélülni, most másrészt, hogy merre megy a sztori, meg milyen furmányos dolgok vannak benne, de egy ilyen alap, ami mindig bejön, megyek a hőssel, jaj, de jó, azonosulok vele, itt-ott robbantgatnak, először nagyon rossz neki, aztán a végén jó lesz, ilyesmi? Azt gondolom, hogy igen, azért ezt az Amerikából érkező akciófilmekből azt hiszem, hogy akármilyen laikus is ki tudja szűrni. Azt gondolom, hogy mindenképpen követni kell azt a receptet, ahogy te mondtad, ami a forgatókönyvírásnak az alapszabálya. Tehát, hogyha azt a sémát, ami nélkül egy forgatókönyv nem születhet meg, az ember követi, akkor már nagyon nem lőhet mellé. Ti tanultátok ezt? Vagy kell megírni egy könyvet? Autodidakta módon, úgy mondanám. Hát az interneten néztünk utána többnyire, hogy ez hogyan épül fel, hogy 8 szekvencia van, hogy nagyjából egy szekvencián belül... How to write? Igen, tehát kb. Ilyesmi, igen. Azt mondta az Osváth Andrea, hogy ő keresett meg téged is, ez nem fordítva volt. Igen. Ez hogy történt ez a...
Mi csináltunk egy másik kisfilmet is, 2013-ban, ez volt a Hévrablás, egy ilyen 8 perces western paródia volt. Hamar a Hév. Igen, igen. Ilyen fontos szerepet játszik a pályafutásotokban. Igen. Igen, és mi felraktuk az internetre ezt az alkotást, és az Osvárt Andrea megtalálta ezt a kisfilmet, mert írtak rólunk cikket, hogy igazán izgalmasra sikerült ez a 8 perces kisfilm. És az Andi látta ezt a kisfilmet, és ennek kapcsán keresett meg, hogy nagyon tetszett neki a film, illetve utánunk nézett, hogy mi miket csinálunk, és megfogta az, hogy milyen lendületesen dolgozunk, és nagyon kíváncsi arra, hogy mind dolgozunk jelenleg, és akkor futott pont a Vakfolt, tehát akkor írtuk a forgatókönyvet, akkor kezdtük el a forgatásokat, illetve... Mert jócskán benne voltunk a forgatásokban, mert... Tehát ő így belecsöppent. Igen, abszolút. És akkor utána megbeszéltük vele, hogy elvisszük az ilyen elővágott verzióját a filmnek, mert hogy nagyon kíváncsi rá, szívesen megnézni, akár adhat tanácsot, stb. És akkor mi úgy gondoltuk, hogy mindenképpen akkor érdemes neki ezt megmutatni. Elvittük, és akkor az irodájában megnéztük közösen a filmnek ezt a nyers változatát, és mondta, hogy nagyon tetszik neki a sztori, tetszik úgy a felépítése, az, hogy tényleg ilyen fiatalon ebbe belevágtunk, és ő nagyon szívesen támogatná ezt a projektet, illetve beszállna producerként. Mm. És akkor így került tulajdonképpen bele ebbe az egészbe. A produceri munkákon ő tudott segíteni szakmailag is? Most úgy értem, hogy ő ugye színésznőként működött igen sok filmben, és most nem régen kezdte ezt a produceri irodáját, de mégiscsak azért látta, hogy működik ez a fajta akár hollywoodi gépezet is. Igen. Mindenképpen, és hát olyan emberekkel vette magát körül, nyilván bölcsen, akik viszont korábban benne voltak ebben a szakmában, ez neki is, ahogy ő mondta, tehát ezt nem én mondom, hanem ezt ő mondta, hogy neki is egy jó tanuló pálya volt, és nekünk meg mindenképpen. Aha. Tehát sokat tudott adni nekünk, mert ugye nyilván tehát amatőr filmesként indultunk neki ennek a Vakfoltnak is gyakorlatilag, és így azzal, hogy ő beszállt, technikai támogatást is tudott adni, ugye szakmai támogatást is. Tehát mindenképpen dobotta. Mindenképp, dolgot. Tehát minőségén és az egésznek, ugye, ha megnézzük a filmet az előzőhez képest, tehát sokkal jobb érzetre is, hogy tényleg jobban össze tudtuk rakni így az egész filmet. A kisfilmeitek készítése közben kialakult egy ilyen alkotó csapat, mert én így kicsit zavarodottan mondtam a bevezetőmet, hogy te, ti, többen, hogyan vagytok, tehát viszont azt is mondtam, hogy ugye itt megosztanak a feladatok, tehát nem ez a klasszikus, hogy akkor te színész vagy, te meg nem tudom, forgatókönyvíró, hanem szépen ment, hogy mindenki csinál mindenkit. Mindenki kialakult mindenes, egy olyan csapat, akik együtt tudnak gondolkodni? Azt gondolom, hogy igen. Van egy alap mag, akik így mindig benne vagyunk mindenben, és folytatott eszünkbe nem jut nem hívni azt az embert, hogy jöjjön akármit csinálni, mert tudjuk, hogy rá számíthatunk. De ez egy baráti társaság? Igen, ez nagyjából ami nagyon közeli baráti körünk, és akkor ezeken kívül meg vannak emberek, akik még szoktak lelkesen jönni, akik szívesen csinálnak még hasonló dolgokat, és akkor jönnek-mennek így az emberek így a külső zónában mondjuk, és akkor van egy alapmag, aki meg mindig ott van. Ugye azért is érdekes ez, mert tényleg egy olyan baráti társaság jött össze, akik hát nyilván ezzel akarnak a későbbiekben foglalkozni, tehát mindenki, akár színészet, akár rendezés, operatőrködés, filmzeneírás, vágás, igen, tehát hogy egy olyan tehát csapat. Tehát még a zenét is, minden a csapatból jön ki, minden munka. Igen. Igen, tehát hogy ezért is egy nagyon nagy szerencse, hogy össze tudott verbuválódni ez a csapat, mert tényleg mindenki ezzel szeretne foglalkozni valamilyen formában a későbbiekben. Úgyhogy ezért is érzem magunkat ilyen szempontból tényleg szerencsésnek. És ez a csapat úgy általában mindent megbeszél? Tehát, hogy nyilván zajlik egy munka, meg egy előkészület, és akkor az van, hogy a kocsmában nem a tök másról beszéltek, hanem arról, hogy mehetne előre a produkció, hogy lehetne... Arról is. Tehát azt gondolom, hogy mi annyira jó barátok vagyunk, mi mondom, ez a belső mag, hogy szét se választjuk igazából. Mivel, ez egy ilyen alapvetés. Mivel mindannyian szeretjük ezt csinálni, ezért nem megterelő, nem olyan, mint egy munka megbeszélés, hogy jó, most már ne beszéljünk a magánéleti problémáról, most már erről kell beszélni, abszolút nem, hanem feldobjuk a témát, és mindenki lelkes, és mondja az ötleteket, és ez van, és az van, és
őrületesen nagyokat vitázunk, és... Szóval, meg alapvetően szóval nyilván kikérjük mindenkinek a véleményét, tehát az van, hogyha valami elkészül, akár egy jelenet, vagy egy kép, milyen? Vagy bármi, tehát hogy így elküldözgetjük egymásnak, és akkor hát mindenki megmondja a saját kis véleményét, aztán abból így próbálunk így összerakni valamit. De azért alapvetően persze szép dolog ez a demokrácia, de azért a végén valakinek döntenie kell. Ez általában te vagy? Hát ez én szoktam lenni általában. Kimondja a végsőt, mert azért ezt meg kell csinálni. Tehát... Igen. Végeredményben nem egy demokratikus műfaj ilyen szempontból. Hát hiszen igen. Hiszen meg kell nyomni a rec gombot valamerre felé. Persze. Jó, mondjuk alapvetően én olyan vagyok, hogy kíváncsi vagyok az emberek véleményére. Aha. Tehát, hogy nyilván bizonyos keretek között azért próbálunk kompromisszumot kötni, aztán valamikor már így előtör belőlem azt, hogy na most akkor... Van ez az állapot, és akkor bármit mond neki az ember, de Ádám, de ez hülyeség, ezt ne csinálj, de gondold bele, hogy nem, ő megy, csinálja, fölveszi 563-szor, és akkor utána 564-re rájön, hogy tényleg lehet, hogy hülyeség, de akkor azt nem vallja be. Igen, de lehet, hogy ez is kell hozzá, nem? Tehát ez is ad valamiféle ilyen eltökéltséget, hogy amikor ki kell mondani, akkor is megcsinálom. Azért ti eléggé jókedélyű srácoknak látszottok, vagy azok is vagytok, feltételezem, a filmben játszik valamilyen szerepet, vagy általában a filmjeitekben a humor? Játszik végül is. Igen, azt gondolom, hogy igen. Csak azért kérdezem, mert hogy bocsáss meg, de hogy mert van az, amikor valamiből teljesen hiányzik az a fajta humor, amiből már az jön ki, hogy már nagyon-nagyon komolyan veszük magunkat, és pont ez így rá nyomja a bélyegét a mondjuk egy filmre, vagy akármilyen művészeti alkotásra, fiataloknál sokszor. Ilyen értelemben a humor, azt gondolom, hogy minden beképzeltség nélkül mondhatom, hogy megjelenik nálunk. Ez nem beképzeltség, ez... Tehát, hogy mondjam, vígjátékot, mint műfajt még, tehát így vígjátékot nem mertünk írni. Aha. Mert próbáltunk vígjáték elemeket csempészni a Vakfoltba is, de úgy nem mertünk még nekiállni, hogy egy vígjátékot, tehát ami tényleg arról szól, hogy röhögjenek az emberek, azt nem mertük még. Ahhoz nagyon érteni kell. Én nem is a vígjátékra gondoltam, hanem egyáltalán általában a humor meglétére, de akkor ezek szerint ez... Van, ez ott, van mindig, azért próbáljuk egy kicsit így a komolyabb felé venni az irányt, de kacsingatunk így a vígjátékos elemek felé is, tehát szeretnénk majd a későbbiekben, tehát már van egy ilyen vígjáték ötletünk is, tervünk, úgyhogy szeretnénk majd azt is megvalósítani a későbbiekben. Játszik a filmben Kálid Artur is, csak arra kíváncsi, hogy adott egy ilyen összetartó csapat, és még bele csöppen egy külső színész, ráadásul nagyon jó színész. Igen. Tehát hogy ő például hogyan tudott integrálódni ebbe? Persze tőle kéne megkérdezni nyilván, de hát nincs itt, tehát tőletek kérdezem ebbe az egész folyamatba. Szerintem alapvetően nagyon jól együtt tudtunk működni vele. Ugye, ki instruáltad keményen? Hát próbáltam, igen, elmondani, hogy mit, hogy szeretnék. Egyébként közel azonnal meg is tudta csinálni, úgyhogy nem is volt gyakorlatilag semmilyen probléma ilyen szempontból. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól össze tudtunk vele dolgozni. Nyilván így a csapatnak a kemény magjában nyilván nem került be, mert hogy tényleg így külsőként került a produkcióba, de amikor ott volt a forgatáson, akkor szerintem teljesen jó hangulatban el tudtunk vele beszélgetni, és minden probléma nélkül tudtunk vele forgatni. Meddig készült ez a film? Elég hosszan, nem? Hát ez 3 évig. Uh-huh. 3 évig, hogyha beleszámoljuk az írási folyamatot is, akkor 3 évig. Hát igen, mert... Kimunkáltátok, mondhatjuk. Hát így van. Ki? Na voltak kisebb, tehát csúszott nagyon sokszor. Egyrészt azért, mert amikor ugye, amit említettél te is, hogy az Andi amikor csatlakozott, akkor nyilván egy csomó mindent újra kellett értelmeznünk. Abból a munkamenetből, amit mi addig megszoktunk, ez az abszolút amatőr munkamenet, noha a Slemi a főnök, és néha bekattad, és akkor csinálja meg, nem tudom. De akkor is van abból, egyfajta. Abban nekünk nagyon gyorsan át kellett állni azokra a körülményekre, forgatási körülményekre gondolok, amik már a profizmust jelentik. Ami nem baj. Azért. Ami nem baj, csak nyilvánvalóan ez is más munkametódus kívánat. Igen, teljesen más, úgyhogy tényleg át kellett állni egy pár hónap alatt erre. És hát tényleg úgy kellett szervezni az egészet, mintha egy rendes nagyjátékfilmnek a már nem úgy rendes nagyjátékfilm, hanem ez egy rendes nagyjátékfilm. Igen, de hogy egy nagyjátékfilmnek, amit mondjuk több száz millióból forgatnak, hogy egy hasonló munkamenetet kellett kialakítani, mert be kellett vonni olyan külső embereket, akár operatőrt is kaptunk, tehát hangmérnököt, akik ugye nyilván nem a csapatunkhoz tartoztak addig, és nem ismerték, hogy mi hogy dolgozunk, tehát hogy egy ilyen közös nyelvet
közös nyelvet kellett használnunk utána. De ez amúgy olyan, hogy mindenki a pénzét, energiáját, életét, szerelmét, családját pakolja bele az egészbe? Azt igen. Lesz belőle valami. Igen, igen, igen. Tehát sok áldozott. Nagyon sokkal, és igazából tényleg azért is vagyok úgy büszke a csapatra, mert tényleg mindenki kihozta magából szerintem a maximumot, és annak ellenére, hogy mindenki suliba jár mellette, vagy dolgozik, tényleg próbáltak a lehető leginkább rugalmasak lenni, és úgy tudtuk megoldani a forgatásokat, hogy tényleg azért viszonylag zökkenőmentesen meg tudtunk oldani mindent, noha igaz, kisebb-nagyobb csúszások azért voltak ebből adódóan. Persze, hát nyilván más az, hogyha van egy költségvetés, igen, egy film, oké, csináljuk, színészeket kikértük, minden oké, mehet forog. Igen, persze. És akkor igen. Leforog mondjuk egy hónap alatt, igen. Vagy két hónap alatt. Itt hát ugye nyilván ez egy sokkal hosszabb időintervallum volt. Plusz utómunka. Igen, igen, igen. Hát és gyakorlatilag azt is mi magunk csináltuk, tehát ebből adódó, amivel voltunk rá úgy ketten, ezért ez is nagyon elhúzódott, főleg mivel ugye egy akciófilmről beszélünk, és tele van CGI-jal, tehát lövések, ugye robbanás, füst, ilyesmik. Kell neki egy irgalmatlan ritmus is, gondolom, ami nélkül. Aha. Meg ugye a zene az, ami nagyon fontos ennél a műfajnál, és arra is azért nagyon sok időt kellett szánni. Uh-huh. Hát tényleg, hát a filmnél nem is tudjuk, hogy mennyire fontos, igen, a zene, igen, nem? Igen, igen, igen. Nem is tudom, valami, talán valamelyik Korda mondta még annak idején Hollywoodban, nem, hogy látszott az órája a Western filmből, és mit csináljunk, mindegy, rakjuk ami jó zenét, aztán nem veszik észre. Úgyse, tehát tényleg fontos. Zárjuk azzal, hogy csináljunk egy kis kedvet ehhez a filmhez, mert ugye azt mondta Szabolcs, hogy hát valami szemes, ez még azért ettől még annyira nekem nem jött meg a kedvem, pláne, hogy így kezdődik a trélere is valahogy. Lépjünk túl ezen a szemen egy picit. Mi ez a Vakfolt, anélkül, hogy itt nagyon spoilereznétek, hogy picit csináljuk meg a kedvet, hogy hozzunk kedvet ehhez a filmhez. Tulajdonképpen a Vakfolt az egy szembeültethető mikrocsip. Amit, hogyha beültetnek az ember szemébe, ezt muszáj sajnos elmondani, és csak utána tudok tovább ugrani, szóval, hogyha beültetnek az ember szemébe, akkor az emberi szem egy kameraként funkcionál. Tehát gyakorlatilag, akinek ezt beültetik, annak a mindennapjait meg tudják figyelni, tehát látják, hogy merre jár, mit csinál, stb. És van egy magyar kutató, aki kifejleszt egy szintetikus olajat. Tehát amit gyakorlatilag kiváltja ugye a rendes olajat, kőolajat a gazdaságban. Ez nyilván bizonyos érdekeket és sért. És ez nagyon sok érdeket sért, és nem szeretnék, hogyha ez a szintetikus olaj tervezet ugye felszínre kerülne, és tényleg ebből egy megvalósult dolog lenne. És ezért szerveződik egy csapat, akiknek az a feladatuk, hogy beültessék ezt a mikrocsipet ennek a kutatónak a szemébe, így megfigyeljék a munkásságát, és később ellopják az ő fejlesztését, és megszerezzék maguknak. És hát gyakorlatilag innen indul ez az alapsztori, és van egy főszereplőnk, Váradi Attila, akivel történt a múltban egy baleset, tehát vele indul a történet, és hát nem nagyon tudja elkezdeni az életét újra, tehát hogy történt vele egy baleset, a húgának nagyon komoly sérülései lettek, és... Jó, előle sok dolgot. Nem, csak ennyit szeretnék, és ő valahogy bekerül majd ebbe a csapatba, és tulajdonképpen így fog elindulni a sztori. Novemberben valóban látható lesz már a mozikban is? Tervek szerint. Tervek szerint igen, aztán most azért még elég sok problémába ütköztünk. Most jelenleg közösségi finanszírozásból szeretnénk a bemutatót, illetve a vetítéseket összehozni. Ez nyilván nem egy hosszabb fillér. Idő, igen, tehát nem két fillér, hosszabb időt igényel, mivel hogy nincs forgalmazunk, tehát így saját forgalmazásban készülne el a filmnek a bemutatása, illetve szeretnénk még a filmhez főcímdalt is készíteni, tehát hasonlóan egy ilyen James Bond filmhez. Tehát van még meló, amúgy a film az elkészült, tehát az teljesen készen van. Csak nem biztos, hogy novemberben, hanem... Mert hogy úgy kérdezem, hogy valaki látja ezt a beszélgetést, és szívesen megnézi ezt a filmet, vagy például én már szívesen megnézem ezt a filmet, akkor mire számítsuk, mikor tudjuk ezt megnézni szerintetek? November egyébként a terv, de elképzelhető, hogy január. Tehát most van egy ilyen, a januári rész, tehát ott mindig egy kicsit
szellősebb így a filmek terén. Most november be van sűrítve egyébként, úgyhogy azért is kételkedünk benne, hogy jó ötlet kihozni novemberben, mert hogy még amúgy sem tudjuk, hogy tényleg mikor tudnánk bemutatni. Igen. Egyrészt kevés az idő, a marketingre is szeretnénk egy kicsivel több időt szánni. Másrészt most nagyon sok a film. És sok, és most kifejezetten sok film kijön, ráadásul novemberben rengeteg magyar film is kijön, úgyhogy ezért sem biztos, hogy érdemes így harcba szállni mindenkivel, hanem akkor tényleg egy kicsit így szűzebb terepen. Igen, igen. Írjátok-e már a következő forgatókönyvet? Még nem, de már tervezgetünk nagyon sok mindent, úgyhogy nem lesz hiány. Ötletből sosincs. Ötletből van rengeteg, igen. De hát folyamatosan... Ti lesztek a magyar Coen fivérek, mert ez lesz a vége, ami nem baj azért. Tehát mondom, hát jó lenne, nem olyan rossz. Tudnánk rossz, meglátjuk, hogy alakul. Aha. Még annyi, hogy vagy ez a film, hogyha most bemutatódik, akkor azért ez egy jó promóció is lehet nektek, nem? Ahhoz, hogy később már esetleg, most ezzel nem minősíteni akarom se itt, se úgy mondjuk a mostani film finanszírozási rendszer, de hogy később már mondjuk a hivatalos gépezetből pénzt kapva alkossatok. Ez a tervünk jelenleg egyébként, hogy egyrészt ezzel a filmmel tényleg minél szélesebb körben el tudjunk jutni, hogy megismerjenek minket, és a következő filmünket, amit majd csinálunk, azt valahogy egy ilyen finanszírozási rendszerből tudjuk valahogy összehozni. Jó, hát sok sikert hozzá, meg ahhoz is, hogy ezt a filmet minél többen megnézzék majd. Én megfogom, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a meghívást.